Mennyei atyánk üzenete. Berta Dudde, 3681-es közlése. 1946. február 9. Szükségben hívjatok. A hit mélysége. A szükség órájában csak kiáltsatok hozzám bizalommal, és közelebb vagyok hozzátok, mint bármikor máskor. Minden gondolati kapcsolat a közelembe hoz. Mert én szellem vagyok, melyet a legkisebb egységben magatokban hordoztok. Ezért, ha szívetek mélyéből hozzám kiáltatok, az a szellemi szikra hangja bennetek, mely hozzám, az örök atya szellemhez törekszik, mely elválaszthatatlan tőlem, és aki így von magához engem. Mindig közel vagyok hozzátok, de csak akkor érezhető, mikor akaratotok tudatosan tör felém, és jelenlétemet kéri. Úgy éreztek engem, hogy bensőtökből kiindulva nyugalom áraszt el, melynek alapja a bennem és segítségemben való szilárd hit. Szükségben kiáltsatok hozzám, és meghallgatlak benneteket. Ha hiszitek, hogy én létezem, hogy szeretlek benneteket, hogy hatalmam és akaratom számára semmi sem lehetetlen, akkor kiáltástok is szívből érkezik. Minden kételkedés nélkül várjatok segítségemre, mert kéréseteket teljesítem, és segítséget kaptok. Viszont minden kételkedés gyengíti a hit erejét, és ekkor lehetetlenné teszitek, hogy a szellem bennetek működhessen, magatok gátoljátok magatokat, hogy az atya szellemhez törekedjetek. Ilyenkor nem is közvetíthető az erő, mely tőlem a szellemi szikra által átömlene hozzátok. A valóban hívő gyermekeket a magaménak mondom. Ők korlátlanul bíznak az atya szavában. Átadják magukat minden szükségben és veszélyben. Nem aggódnak, és nem kicsiny hitűek, mert a szerető atya védelmében levőnek tudják magukat. A hitnek ilyen mélysége igen erőssé tesz szellemben benneteket. Minden földi és szellemi szükségnek gátat vet. A rendíthetetlen hit lehetővé teszi az állandó, érezhető jelenlétemet és akadálytalan munkálkodásomat. Akkor nyilvánvaló lehet a működésem. Létrehozhatom a lehetetlent, mert a mély hit az erő olyan teljességét hozza magával, mely által az ember maga vagy a szellemi erő legyőz mindent, ami gondot okoz. Higgyetek a segítségemben, és mindig megkapjátok a segítséget. Hitetek által engedjétek magatokba ömleni erőmet, hogy a bennetek lévő szellem nyugalmat és biztonságot adhasson. Mert a ti megszaporodott erőtök tőlem van, a lényemből folyik. Így tehát hitetek ereje és kiáltástok bensőségessége szerint vagyok bennetek és nálatok. Soha nem értitek meg a földön, hogy én vagyok ez a szellemi szikra bennetek, a szeretet, erő, világosság. Mindez egy, tehát én folyton jelenlevő vagyok, ahol bennetek a szellem működni tud, ahol szeretetet gyakoroltok, és én, mint erő és világosság, felismerhető vagyok. Mert ha mindezt megértenétek, már nem tudnátok kételkedni. Azért fáradozzatok, hogy megértsétek. Kérjétek ki a bennetek levő szellem tanácsát, hogy oktasson és magyarázatot adjon dolgokról, melyek még nem világosak, amit nem értetek. A bennetek lévő szellem megtanít titeket. Újra csak én vagyok, aki tanít, aki magához akar vonni benneteket, és az igazságot hozza, hogy hozzám találjatok, hogy érzékszerveiteket a szellemire irányítsátok, és vágyakozzatok rá, hogy kapcsolatot teremtsetek az atya szellemmel. Ekkor hitetek mindig mélyebb és erősebb lesz. Állandóan és folyton felismertek, állandó jelenlétemet érzitek, és teljes nyugalommal átengeditek magatokat nekem és vezetésemnek. Ekkor valóban helyes vezetést kaptok ezen a földön. A helyes úton jártok majd, mely elvezet az örök hazához, és célotokat biztosan eléritek. És ez így van. Mennyei atyánk üzenete.
Berta Dudde 4372-es közlése. 1948. július 11. A helyes ima: legyen meg a te akaratod. Egyetlen ima sem hiába való, mely segítségemben való teljes bizakodással száll hozzám. Mert ez a bizalom a szeretetem és hatalmamba vetett hitet tanúsítja. Az ilyen ima által az ember helyreállította a hozzám való helyes viszonyt. Úgy közeledik hozzám, mint gyermek az atyához. Egy atya soha nem tagad meg semmit gyermekétől, kivéve, ha a gyermek valami nem neki való dolgot kér. Ilyenkor az apa megóvja és meg is tanítja a helyesre, nehogy a gyermek csalódjon a belévetett bizalomban. A tanítás oly módon történik, hogy magában az emberben jöjjön fel a gondolat, vajon imája helyén való volt-e, hogy maga kételkedik, van-e joga ilyen kérést kimondani. Azon kívül az igazi gyermek állandóan hozzáfűzi: atyám, legyen meg a te akaratod. Én engedélyezem neki, ami megfelelő a számára, és kérését más formában is teljesítem, mert szeretetem teljesíteni és boldogítani akar, ha helyes módon szóltok hozzám. Ezért igyekezzetek állandóan emelni hitetek szilárdságát, mert akkor minden kéréseteket teljesítem. Az erős hitnek magas fokú szeretet a kísérő jelensége. A magas fokú szeretet magasabb fokú tudást biztosít. Így az ember már tudásban és igazságban él, és nem kér semmi olyan, ami ártalmára van, és ezért állandóan teljesedésre talál, mert hisz. Tudnotok kell azt is, hogy nem lehet másképp. Helyes gondolatkörben éltek, ha a szeretet által igaz hittel rendelkeztek, és ebben az állapotban küldtök imád felém. Gondoljatok ígéretemre. Kérjetek, és adatik nektek. Kopogjatok, és ajtót nyitnak. Ezért minden időben elém tárhatjátok ügyeteket, és igazi gyermekeim hite soha nem fog megszégyenülni. És ez így van. Mennyei atyánk üzenete. Berta Dudde 5069-es közlése. 1951. február 22. Ima szellemben és igazságban. 2. A buzgó külsőségekre nem figyelek, nem más, mint a külső pompa ruhája, arra hivatott, hogy eltakarja a betekintést a szívbe. Aki valóban bensőségesen gondol rám, és egyszerű, dísztelen szavakkal beszél, annak idegen minden ceremónia, minden külső mozgás és taglejtés. A szívnek nincs ilyesmire szüksége. Egyenes úton fordul felém, és elmondja szükségét, vagy talán szeretetét és tiszteletét. Én megértem és felfogom gondolatait, amely a szívéből felém száll. Ahol egy belső érzésnek kifelé is meg kell mutatkoznia, ott nagy súlyt helyeznek az embertársak véleményére. Nekem viszont nincs szükségem ilyen igazolásra. Ezek nélkül is nyitott előttem az emberek szíve. Ti tehát csak embertársaitokat akarjátok meggyőzni egy látszólagosan Istenhez való bizalmas viszonyról, és ezért nem jöttök hozzám osztatlan felfogással, hanem sokat adtok az embertársak ítéletére. Ehhez járul, hogy imádtok eközben veszít bensőségességéből, mert a velem való bensőséges kapcsolat esetén mindent elfelejtenétek magatok körül, és a külső megnyilvánulásatokat is értelmetlennek és lenézésre méltónak tartanátok. Tehát, amíg még kifelé mutatjátok azt, ami belsőleg kellene, hogy megmozgasson, addig még nem találtátok meg a gondolati bensőséges kapcsolatot, mely nem enged meg külsőségeket. Akkor annyira át vagytok hatva tőlem, hogy magatok körül elfelejtitek a világot. Akkor atyátoknak annyira igaz gyermekei vagytok, hogy iránta való szeretetetek semmi másnak nem hagy teret.
Embertársatokat nem szabad elfelejtenetek, és mindenkor legyen nyitott szívetek és fületek szüksége számára. Nem mehettek el figyelmetlenül mellette, mikor tele szenvedéssel jön hozzátok. Ne nézzetek keresztül rajta, vagy nehogy gőgösek legyetek vele szemben, hanem alázattal, türelemmel és irgalommal álljatok oldala mellé, erőtök szerint szolgáljátok szeretettel. De amikor velem akartok bensőséges kapcsolatba jutni, gondolatatok csak az enyém legyen, és semmi külső ne zavarja, és ne jelezze ezt a bensőséges kapcsolatot. Szellemben és igazságban akarom, hogy imádjatok, és ez a csendes kamrácskában menjen végbe, ahol senki ne legyen tanúja az atya és gyermek párbeszédének. Hújjon le minden rólatok, ami látszat, mert én az örök igazság vagyok, és a teljes igazságban akarom, hogy beszéljetek velem. És ez így van. Teremtő atyánk üzenete. Berta Dudde, 5481-es közlése. 1952. szeptember 6. Isten, Atya. Ne engedjétek, hogy számotokra a távoli Isten legyek, akit csak bizonyos időközben hívtok segítségül, ahogyan az emberek adta előírások követelik. Minden időben hívjatok magatokhoz. Engedjétek, hogy folyton a közeletekben lehessek. Az atyát lássátok bennem, aki bensőséges szeretettel kívánkozik gyermekeihez, és úgy beszéljetek hozzá, ahogyan egy gyerek beszél az édesapjával. Félelem nélkül, bizakodva, és egyszerűen, hogy a szívem örvendhessen dadogástokon. Csak amikor már nem a távolban kerestek, csak amikor már közelségemet érzitek, akkor állt helyre az igazi kapcsolat velem, mely azután magával hozza következményeit is, szeretetem hatást gyakorol rátok, gyermekeimre. Használjátok fel ezt a gyermekséget, és akkor már nem vándoroltok magánosan ezen a földön. Akkor a legdrágább barát és segítő lesz már oldalatok mellett. Akkor megtanuljátok a helyes gondolkodásmódot, és földi léteteket is jól kihasználjátok. Mert utasításokat adok, melyeket gondolatilag felfogtok, szerinte cselekedtek, mert az igazi jó gyerek megteszi, amit atya kér tőle. Csak az atyát tanuljátok felismerni bennem. Mert én azt akarom, hogy szeressetek, és ne féljetek tőlem, mint Istentől. Akkor imátok is olyan lesz, hogy meghallgathatom, mert hit és szeretet fejeződik ki benne. Ha Istenhez nem beszéltek olyan bensőségesen és bizalmasan, ahogy édesapátokhoz beszéltek, akkor csak úgy beszéltek, ahogyan a hagyománynak megfelelően megtanítottak, ahogy az egyház hite előírja. Ez igen könnyen csak formális marad, olyan ima, melyet nem lélekben és igazságban küldenek felém. Nem hallgatok az ajak imára. Azt akarom, hogy a gyermekeim, mint atyukat szólítsanak meg, és beszéljenek hozzám. A szív beszédét akarom hallani, melyhez szeretettel odahajlok, és engedélyezem a kérést. Igaz, hogy nektek embereknek először el kell ismernetek az örökkévaló Istent és Teremtőt, hogy felébredjen bennetek a hit, de utána ennek a hitnek meg kell elevenedni a szeretet által. Istent, mint atyátokat kell megtanulnotok szeretni, és akkor már nem lesz köztünk csak halott, formális viszony. Akkor bensőséges viszonyt hozok létre velem, amit kívánok, hogy megtegyetek, mert akkor teljes szeretettel átölelhetlek benneteket. Ezzel nagy lépést tettetek meg a tökéletesedésetek felé. Ekkor én már nem engedlek el, és hűségesen szorgoskodó atyai szívem a célotok felé vezet. Mint igazi gyermekeim vonultok be az örök hazába, az atyai házba, tulajdonotokba veszitek atyátok örökségét, hozzám és akaratomhoz hasonlóan tudtok majd teremteni és alkotni, és leírhatatlanul boldogok lesztek. És ez így van. Teremtő atyánk üzenete.
Berta Dudé 5720-as közlése. 1953. július 10. Helyes ima, gyermekviszony. Higgyétek el, emberek, nálam mindent elértek, ha helyes módon imádkoztok hozzám. A földi atya sem zárkozik el gyermeke elől, amikor az bizakodva kér tőle valamit. A földi atya sem tud gyermekétől semmit megtagadni, mert az bensőségesen kéri, és a gyermek szeretetét meg akarja tartani. De a földi apa ember, kinek gyengéi és hibái vannak a mennyei atyához mérve. A mennyei atya szeretete messze menően mélyebb gyermekeihez, kiknek szeretetére kezdet óta vágyódik. Gyermekeimet az akaratuk választja el tőle. Ezt az akaratot kívánom én, ami egykor az ellenfelem felé fordult. Ezt az akaratot akkor ismerem el, hogy nekem szóló, mikor egy ember hív imában engem. Az ima igaz, ha igazolja, hogy a gyermek atya után kiállt. Ekkor az ember a hozzám való visszatérés útján van. Akkor újra megkaptam gyermekemet, és szeretetem mindenre képes, hogy a gyermek szeretetét megnyerjem, hogy most már mindörökké el ne forduljon tőlem. Az emberek imái ritkán olyanok, amilyennek lenniük kellene. Talán még Istenükhöz imádkoznak, de atyukhoz nem. Imájuknak nincs ereje, mert hiányzik belőle a gyermeki bizakodás és a hit, hogy meghallgatom. Így ez nem alkalmas rá, hogy a helyes gyermeki viszonyt jelezze. Még túl távol állnak tőlem, még csak próbálkoznak, hogy aztán annál hitetlenebbek legyenek, ha imájuk hiába való volt. Tanuljátok meg először, hogy bennem az atyát lássátok, és beszéljetek hozzám, majd magatok is megtapasztaljátok, mennyivel hatásosabb lesz imátok. Szükségetekben legyen tudatossá, hogy saját erőből semmire sem mentek, és tehetetlenségetekben ahhoz kell mennetek, és ahhoz mehettek, aki hatalmas, aki mindnyájatok atya, aki tud és akar is segíteni, mert szeret benneteket. Ebben a tudatban magatok és gyermekének érzitek magatokat, aki alázatosan és bensőségesen eléje tárja szükséghelyzetét. Ő ígéretéhez hűségesen segíteni fog. Kérjetek, és adatik nektek, kopogjatok, és ajtót nyitnak nektek. És ez így van. Teremtő atyánk üzenete. Berta Dudé, 8073-as közlése. 1962. január 6. Ima meghallgatás, igazi gyermekviszony. Ó, hát ismerjétek fel atyátok szeretetét, aki a legjobbat akarja veletek. Engedjétek meg neki, hogy visszatartson azon az úton, mely a pusztulásba vezet. Hallgassatok pásztorotok csalogató szavára, és forduljatok feléje. Térjetek vissza hozzám, engedjétek általam vezetni magatokat, mert ha távol tartjátok tőlem magatokat, akkor ki vagytok szolgáltatva az ellenségnek, aki irgalom nélkül leránt a mélybe. Ő szétkergeti a nyájamat, és könnyedén hajtja a maga területére, ha nem állnak a védelmem alatt, mert oda nem követhetem őket. Nektek, embereknek, tudnotok kell, hogy állandóan kémkedik körülöttetek, hogy egyetlen alkalmat sem mulaszt el, hogy hálójába vonjon. Sok sikere van, mert ti a saját erőtökre hagyatkoztok, holott győzni csak támogatásommal tudtok. Látom sorsatokat, látom a veszélyt, melyben vagytok. Ha segíteni akarok, nem fogadjátok el. Elfordultok tőlem, mert akaratotok még nem irányul rám. Kényszerrel nem lehet gondolkodásotokat megváltoztatni, mert szabad akarattal kell felém fordulnotok. Csak akkor foghatlak kézen, nyilvánvalóan csak akkor tapasztalhatjátok meg segítségemet. Hogy elérhessem ezt a szabad akaratból való hozzám fordulást,
valamilyen szükségbe kell juttatnom benneteket. De ekkor újra nehezetekre esik, hogy elhiggyétek, az Isten a szeretet. De a szükség arra indítson benneteket, hogy az utat felén vegyétek, és engem kérjetek, hogy segítsek. Csak ennyit akarok elérni vele, hogy hozzám találjatok, hogy hallgassátok pásztorotok csalogató szavát, hogy hozzám meneküljetek, mikor szükségben vagytok. Valóban segítséget kaptok. Csak kiáltástok szívből fakadjon. Sokszor csodálkoztok, hogy semmi ima meghallgatásban nem részesedtek. De arról nem adtok számot magatoknak. Milyen ez az ima, amit hozzám küldtök? Ha nem érzem benne a bensőséges kérést, amit szellemben és igazságban küldtök felém, nem hallak benneteket, mert ilyen ima naponta ezrével száll fel, de lélektelenül van elmondva, és nem igazolják a velem való kapcsolatot, a kérő gyermek kapcsolatát atyával, aki valóban segít, bármi legyen is az. Mert nálam semmi sem lehetetlen. Ha a bensőségesség hiányzik az imából, nem éri el a fülemet, és teljesítés nélkül marad. De sohasem azért, mert belőlem hiányozna a szeretet, hanem mert belőletek hiányzik a gyermeki bizakodás irántam, mely pedig biztos szavatosságot ad mindenféle dolog teljesülésére. Csak tudnátok hinni a hozzátok való mérhetetlen szeretetemben, mely folyton szétosztani akarná magát, és amely nem akarja, hogy szenvedjetek. Viszont viselkedésetek arra kényszerít, hogy olyan eszközöket használjak, mely arra késztet benneteket, hogy kételkedjetek szeretetemben. Ennek ellenére mégiscsak segíteni akarok. Boldog, aki ezt a végső segédeszközt igénybe veszi a maga számára, aki megtalálja hozzám az utat, és szükségében felém kiállt. Mert valóban megtapasztalja segítségemet. Nyilvánvaló módon átélhet engem, és hisz bennem, és nem veszik el. És ez így van.